Úgy gondolom, hogy jól kezdtük a mérkőzést, mi irányítottuk a játékot, sokat birtokoltuk a korongot és támadtunk, de az elején ezek nem értek gólá, aztán volt egy emberelőnyös szituáció, amelynek során Pázmi egy nagyon szép találattal megszerezte nekünk a vezetést, ezután mintha egy kicsit a hollandok is magasabb fokozatra kapcsoltak volna, nekik is voltak veszélyes támadásaik, ez egészen áthidalt a második harmadba, sokszor kellett Ancsának is a helyen lennie a kapuban, nem véletlen lett ő a meccs legjobb játékos, és sokszor kihúzott minket a bajból. Aztán a 40. percben sikerült egy kapu előtti játéknál betornunk egy korongot, úgy gondolom azért, hogy ez kellett a lelkünknek, hogy két gólos erőnnyel menjünk a harmadik harmadra, ott aztán pedig támadtak amúgy lendületesen a hollandok, de végül sikerült kivédekeznünk. Mennyiben volt jobb a játék szerinted, mint mondjuk tegnap így a meccs egészét nézve? Úgy gondolom, hogy sikerült előrelépnünk, de azonban még mindig van hátra három nagyon nehéz mérkőzésünk, és ott mindenképp magasabb fokozatra kell majd kapcsolnunk, főleg ami a védekezést illeti. Sokszor mentünk most is nagyon előre-előre csak a támadásba, és nem figyeltünk annyira arra, hogy mi van a védekező zónánkban, így ezt majd holnap lesz egy szünnapunk, és ezt helyre fogjuk tenni. Úgy gondolom, hogy ez egy jó felvezetése volt a tornának, azonban a koreai meg a holland csapat is úgy gondolom, hogy elég magas színvonalat képviselt. A koreai csapat inkább nagyon taktikusan és jól védekezve játszott ellenünk. Szerintem majd azért a többi csapatnak is meg tudják majd nehezíteni a dolgokat, de igen, azért szerencsés volt úgy gondolom ilyen szempontból a sorsolás, hogy velük kezdtünk, és most mindannyian azon leszünk, hogy egy minél nagyobb fokozatra kapcsoljunk majd a hátralévő mérkőzéseken.